az nem lehet soha, hogy elő legyetek. Nem olyan nagy csoda, ha szeretünk titeket. Olyan kevés van már, amit ennyire lehet. Még az se kell, hogy mindig minden vigyeljetek el. Csak még ezt az egyet, ezt az egyetlen egy meccset. Lányok, csak még ezt az egyet, ezt az egyetlen egy meccset. Lányok, még ezt az egyet, ezt az egyetlen egy meccset. Lányok, Pécsi lányok, megnyerjük a kupát, a bajnokságot. Jaj, lányok, jaj, lányok, ti úgy is tudjátok, hogy az nem lehet soha, hogy egyedül legyetek. Nem olyan nagy csoda, ha szeretünk titeket, mert az amit ennyire lehet. Még az se kell, hogy mindig minden dinnyeljetek meg. Csak még ezt az egyet, ezt az egyetlen egy meccset. Lányos, még ezt az egyet, ezt az egyetlen egy meccset. Lányos, még ezt az egyet, ezt az egyetlen egy meccset. Pécsi lányok, megjeljük a kupát, a bajnokságot. Jaj, lányok, mi úgy is tudjátok, olyan nem lehet soha, hogy egyedül legyetek. Nem olyan nagy csoda, ha szeretünk titeket. Olyan kevés van már, ami ennyire lehet. Még az se kell, hogy mindig mindent ti nyerjetek meg. Lehet csodaszámba menő győzelem volt, de mi nagyon hittünk benne. Egész évben azzal dolgoztunk, hogy egy olyan csapatot alakítsunk ki a szezon végén, aki motivált, taktikailag felkészült, friss és egészséges. Most ebből a taktikai felkészülés és a motiváltság megvolt, a friss meg az egészség az nem annyira. Remélem, hogy a szezon hátrévő részében ez is javul, és képesek leszünk hasonló szép eredmények elérésére. Tudtuk, hogy a Sopron ellen mit és hogyan kell játszani. Egyik aggódtuk, hogy lesz erőnk hozzá, energiánk, de a tegnapi hosszabbításos győzelem az elődöntőben a Szeged ellen, az egy olyan érzelmi cunamit szabadított föl bennünk, ami a kiürült energiaraktárokat föltöltötte, és a hitünket nagyon megakszérezte. Ilyen például nem emlékszem a csak bizonyos pontjaira, de én úgy gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelentett számunkra a bajnokságra nézve, hogy hazai pályán tudtunk, mármint a Sopron hazai pályán tudtunk nyerni, és le tudtuk közdeni a tegnapi meccs okozta fáradtságot, és át tudtuk törni ezt az egészet. Hú, nagyon-nagyon boldog vagyok, azt hiszem, hogy ez az elsődleges, amit el kell mondani. Nagyon nagy küzdelem volt, és én úgy gondolom, hogy tényleg az egész mérkőzésen már, amikor nem is játszottunk jól, akkor is végig koncentráltunk, és végig égett bennünk az a tűz, az a hit, az az önbizalom, hogy meg tudjuk nyerni ezt a kupát, és én azt gondolom, hogy ez látszódott és érződött rajtunk egész végig, és a nehézségeken is túl tudtunk lépni, akár a faltokon, akár az én kipontozódásomon, tehát tényleg egy csapatként mindenki, aki a pályán volt egy pillanatig is hozzátette a magáét, és tehát így tudtunk végül is győzni. Ha már a kipontozódásodat említetted, azt hiszem így különösen büszke lehetsz a lányokra, hogy 10 percen keresztül, egy teljes negyeden keresztül nélkület kellett küzdeniük. Igen, én úgy gondolom, hogy ezt már igazából mi évközben is éreztük, hogy hál' Istennek ez azért nem egy-két emberes csapat, hanem tényleg itt az edzők is próbálnak úgy dolgozni velünk, és azt tudatosítani bennünk, hogy ez egy csapatjáték, és tényleg 10 játékosból bárki képes mérkőzéseket eldönteni, és mondom, ez volt nagyon lényeges, hogy ez a lelki plusz megvolt mindenkiben, hogy ennek ellenére is nem estünk össze, nem hagyott el a hitünk, hanem pont az, hogy talán még a mi javunkra is tudtuk fordítani ezt a momentumot, és tényleg végig a negyedik negyedben is kontrolláltuk a mérkőzést. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy két évig semmit sem nyertünk, de a szurkolóink azok végig velünk voltak, és ennyien elkísértek minket, és ennyien eljöttek azok után, hogy majdnem kikaptunk az elődöntőben. Nagyon fontos volt olyan szempontból, hogy önmagunknak megmutattuk, és most már megvan az a kellő bizalom, hogy önbizalom, hogy bármire képesek vagyunk. Ugye ezen a hétvégén is megmutattuk az előző
napi elődöntőn is, hogy vert helyzetből, rossz játékkal, és hogyha végén küzdünk, hajtunk és hiszünk a sikerben, akkor az meg lesz. Megyünk tovább, most ezt kielvezzük, örülünk neki, ünneplünk egy pár napig, és utána igen, evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy szeretnénk még egy aranyérmet begyűjteni az idén. Hát a munka egy részét most elvégez, most egy pár napig azért ennek örülni fogunk, aztán utána gondolkozunk arról, hogy építsük tovább a csapatot, hogy azért a play-offba is maradontot tudjuk alkotni, de ezt a szezont már bearanyoztuk. Az Euróliga 8-ba jutásért, ami ennek a csapatnak nagy eredmény, hisz az előző két évben 16-ba elvéreztünk, ott is előreléptünk. Tudtuk bizonyítani elsősorban magunknak, hogy képesek vagyunk ebbe a soproni csarnokba is győzni. Ez egy nagyon fontos momentum a szezonnak, aranyérmet is szereztünk. A playoffba meg ide el kell jönni többször, mert a pályaelőny ugye a Sopron oldalán van, előbb-utóbb megint beúszható egy győzelem, és a hazai pályán megint megszállja a csapat, a szent őrület, és ugye ilyen energiákat tud megmozgatni, akkor képesek lehetünk arra is, hogy a bajnoki címet is megnyerjük. De tehát most már igazából nem támasztunk a csapat elé eszetlen elvárásokat, ha arany örülünk neki, az ez is miatt sem fogunk bánkódni. Bár mondom, tehát most ezek után mi lehet más a célunk, az aranyra hajtni. Tehát csak neki az aranynak, aztán olmos láb, acélos szív, arany a nyakba, ez aztán meg végképp egy nemes patinás ötvözet.